Ma tulajdonképpen egy Európai Unióhoz tartozó polgárnak, ha nem Schengen tagja, a belső mozgása nagyobb nehézségbe ütközik, mondjuk egy bulgár emberé, mint egyébként egy Szíriából érkező migránsé. Ezek abszurd helyzetek, és jól mutatja, mint minden abszurd helyzet a politikában, hogy megoldást kell találni. És vajon mit szóltak volna, amikor önök beadják az Amerikába vagy Kanadába történő betelepedésre vonatkozó kérelmüket, ha ott egy lábjegyzetben megjegyzik, hogy egyébként ha már megérkeznek, akkor esetleg lesz javaslatuk arra nézve, hogy az ottani vallási szimbólumokat távolítsák már el. Igaz, hogy az a többségé, meg azok, akik ott élnek, de önöknek, mint újonnan él, nem tetszik. És ma ez nem egyszerűen csak fölvethető az Európai Unióban, ezt európai politikusok támogatják. Hogy egy odaérkező kisebbség azzal az igénnyel léphet föl, hogy az őshonos többség vallási szimbólumait azért távolítsák el, mert az újonnan érkezőknek az érzékenységét ez sérti. Ezek abszurd helyzetek. És ha nem mondjuk ki, hogy ez abszurd, akkor nem is fogunk tudni védekezni az ilyen típusú kihívásokkal szembe. Van egy abszurd koalíció, amely áll először is az embercsempészek több tízezert foglalkoztató hálózatából, a sok milliárd eurónyi üzleti érdekkel, áll a fizetett üzletemberek által fizetett jogvédők csapatából, ők is sokan vannak és nagy befolyással rendelkeznek, és áll az Európai Unió egyes vezető politikusaiból, így áll össze az abszurd koalíció, amelynek eredményeképpen ma beszállítjuk Európába azokat az embereket, akik vagy arra kényszerültek, vagy arra a döntésre jutottak, hogy elhagyják azt a földet, ami egyébként az ő otthonuk volt.